Az 1956-os forradalom és szabadságharc nem csak Magyarország, hanem a Ferencváros történelmében is egy meghatározó esemény. A kommunizmus éveiben klubunk nevét és színeit elvették, de az 1956. november 1-i újjáalakulás megerősítette a ferencvárosiak szabadságba vetett hitét. A történelmi dátum 62. évfordulóján a Ferencvárosi Pince Színházban a Fradi 56-ban címmel pódiumbeszélgetést tartottak. A válogatottban a legtöbb játékost a Honvéd adta, szám szerint hetet, december 6-án játszott a Kinizsivel. Kivitt a mérkőzésre, végig kérdeztem, az a bácsi, az a budai bácsi, igen, a Kocsis bácsi, az a Cibor bácsi, és így tovább, és első félidő nem rúgta a gólt. Kérdezem, miért nem? Hát majd a második félidőben rúgnak, mondta apám. Második félidő, eltelik, felénél vagyok. Hát miért nem rúgnak gólt? Hát, hogy a Londonban tudtak ennyit, akkor azt mondja, mert a másik oldalon, az ellenfél csapatában van egy bácsi, aki nem engedi. Mi az, hogy nem engedi? Hát van ilyen, és azt a bácsit hogy hívják? Szóval Kis Péter Mihály. És Kis Péter Mihály, és melyik csapatban játszik? Mert még azt sem tudtam akkor, hogy kivel játszik ez a hét válogatottat adó Honvéd. Hát azt mondja, hát a Fradiban. Fölüvöltöttem. A Fradiban, tényleg a Fradiban. Kisfiam, psz, majd otthon megbeszünk a Kinizsiben. Így történt, és otthon édesapám elmesélte nekem, hogy hát veszélyes volt, amit ott üvöltöttem, vagy kis hamvadó gyermek voltam, mondjuk azt, és ezen a hamvadó hangon elmondtam, de hát utána megtudtam, hogy milyen veszély fenyegetett volna ránk, hogyha ez tényleg nem egy gyerek szájából hangzik el. November 1-én arról is hívtattak, hogy az MTK is újra alakult, de az összes régi sportegyesülettel ez történt. A legnagyobb figyelem természetesen a Ferencvárosra összpontosult, és hogy miért november 1-én, azért mert ez volt az első olyan nap, amikor el lehetett kezdeni a szervező munkát, és nem volt véletlen az, hogy Kis Péter Mihály volt az egyik olyan személy, aki az FTC-nek az újjá alapulásában oroszlán szerepet játszott, de lehetne sorolni a neveket. Elindult, hál' Istennek, az élet. A Ferencváros, ha jól emlékszem, nagyon hamar játszott már mérkőzést, ez nem bajnoki mérkőzés volt, de már játszott mérkőzést, és kapott engedélyt a Ferencváros, hogy a Ferencváros Ferencvárossá lett. Egyébként Kis Péter Mihály volt az, aki a legszebb beszédet mondta el ott a Fradi pályán, a Rudas vendéglőnél, mert ott volt a újjáalakulás, és ott mondta el a legcsodálatosabb beszédet, amelyel ismételten igazolta az ő óriási nagyságát. És kapott lehetőséget a Ferencváros, hogy kimenjen Szerbiába. És a Vojvodina ellen játszhatott a Fradi. Kint. Olyan tömeg volt ott kint, olyan tömeg, hogy nem tudták megoldani, hogy hol játsszák le már tulajdonképpen a mérkőzést, mert annyian akarták látni. Egyébként az eredményre is emlékszem, 3-1 győzött a Fradi. Nekem az 1956 ezt jelentette, és azt, hogy a szívem szerinti együttes az újra zöld-fehér, újra Fradi.